Magyarország számára fontos a Kárpát-medence, mint egységes kulturális-gazdasági térség fejlesztése. Az integrált fejlődéseket határon átnyúló pályázatok segítik. 2017-et pedig nemzetpolitikai értelemben egy áttörésnek véli a kormány. Ezt korábban a gazdaságdiplomáciáért felelős államtitkár nyilatkozta, aki azt is hozzátette, az idén bejelentett 150 milliárd forintos fejlesztési keretre korábban még nem volt példa. A határon túli magyar pártok is egyetértenek ezzel, ők pozitív szemléletváltást tapasztalnak a magyar támogatásokban. A felvidéken élő határon túli magyarok elszegényedő régióban élnek, a beruházások nélkül pedig még erőteljesebb lenne az elvándorlás, akár az anyaországba, akár gazdagabb nyugat-európai országokba. Én úgy gondolom, hogy azok a támogatások, amelyek érkeznek, azok megtartó erejűek, és hát köszönettel is tartozunk a magyar államnak, ezért minden határon túli közösség, nemzeti közösség nevében mondhatom, de kiváltképpen a felvidék nevében szólhatok erről. Tehát én úgy gondolom, hogy úgy oktatási intézményeink egy részét, akár kutató intézményeinknek egy részét, vagy a harmadik szektor támogatásait, hogyha nem kapnánk meg, akkor a felszívódásunk a térbe, az sokkal gyorsabb lenne. Ilyen magyar kormányzati gazdaságfejlesztési program például a felvidéki Baross Gábor terv, vagy a kárpátaljai EGÁN-EDE pályázatai. A Vajdaságban 2 évvel ezelőtt indultak fejlesztési programok, aztán Kárpátalján, most pedig Erdélyben és Szlovákiában folytatják majd a beruházásokat. Megfelelő életkörülményeket, karrier lehetőséget, a jóléti társadalomnak az adottságait is feltételezik, és ezért nagyon fontos az, hogy a gazdaságban, munkahelyteremtésben, a tervezhető jövőben lehessen beruházni, lehessen befektetni, mert senki nem akar szegényebb lenni, mint a szomszédja, esetleg valamennyivel gazdagabb, jobban akar élni, és csak akkor maradnak otthon a szülőföldön a magyar fiatalok, hogyha van munkahely, hogyha van gazdasági perspektíva. És ezért tartom nagyon fontosnak, hogy ilyen értelemben kitágult, és alapjaiban megváltozott a nemzetpolitikai szemlélet. A nemzetpolitika egyik legnagyobb eredménye, hogy a magyar politikai szervezetek aktívan működhetnek a határon túli településeken is. Ezt a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke emelte ki. Ha ezek a pártok nem lennének, akkor nem volna a határon túli magyar közösségeknek szervezett érdekképviselete. És akkor azt gondolom, hogy az identitás megőrzés vonatkozásában is és más ügyek tekintetében is egészen biztos, hogy sokkal rosszabbul állnánk. Most se állunk kiválóan, de akkor egészen biztos, hogy rosszabbul állnánk. Ami az újszerűséget jelenti a nemzetpolitikában és a támogatáspolitikában, az a gazdaság irányába történő nyitás, a gazdasági ötletek támogatása vonatkozásában mutatkozó lehetőség. Ebben a tekintetben a vajdasági magyar közösség azt gondolom, hogy élenjáró. A kereskedelem fejlesztésére létrehozott Magyar Nemzeti Kereskedőház pedig jelenleg már 22 irodával rendelkezik a Kárpát-medencében, és több mint 10 000 vállalkozása tagja, annak érdekében, hogy javítsa a magyar érdekeket szolgáló gazdasági szereplők versenyképességét.